Szeretnék pár szót szólni még a nemzetközi dolgokról, egy kicsit azt is nézzük, hogy Magyarországot egy olyan kontextusban nézzük, hogy a világon más országokban milyen fejlemények vannak, amik számunkra is érdekesek lehetnek. Ha Európát nézzük, akkor az egyik legfontosabb fejlemény, ami nagyon izgalmas év volt ez a drogpolitika világában, az egyik legfontosabb, azt gondolom, fejlemény az, hogy 50 éves az ENSZ-nek az egységes kábítószer egyezménye. Tehát az az egyezmény, ami 1961-ben először nemzetközi szinten is szabályozta ezt a kérdést, és hát nagyon sokan civil szervezetek közül azt gondoljuk, hogy az egyezmény már elég elavult keretet biztosít a drogpolitikai szabályozásnak, még hogyha egyébként a szemléletével valaki egyetért, akkor is azt gondolom, hogy meg kell fontolnia, hogy 50 év az egy kicsit sok idő ahhoz, hogy egy ilyen egyezmény korszerű maradhasson, tehát mindenképpen korszerűbbé kéne tenni, mindenképpen szükség lenne egy egyáltalán az 50 évnek az eredményeit áttekintsük. És hát ennek az érdekében indítottunk mi egy kampányt több civil szervezet részvételével. Ez a Calm the Coast kampány, aminek az a célja, hogy számoljuk meg azt, hogy ennek az 50 évnek mik voltak a sikerei, mik voltak a kudarcai. Tehát arra kérjük a kormányokat, hogy nemzetközi szinten is, az EN szintjén is kerüljön sorra egy olyan áttekintésre, ami megkönnyíteni azt, hogy számba vegyük, hogy esetleg mik azok a problémák, amelyeket jelenleg a nemzetközi rendszer, drogkontroll rendszer okoz. És hát 7 olyan területet azonosítottunk, ahol szükség lenne a felmérésekre. Tehát elsősorban arra, hogy a fejlődés és a biztonság szempontjából milyen hatásokkal járt ez a nemzetközi konvenció, ugyanis hát a világ nagy rész, nagyon sok országában polgárháború dúl, ami egyértelműen a nemzetközi drogkereskedelemmel függ össze. Aztán számba kéne menni a közegészségügyi ártalmakat, tehát hogy mondjuk a HIV-járványra milyen hatással volt a jelenlegi keretegyezmény, hogy az emberi jogokra tudjuk, hogy nagyon sok országban aránytalanul sújtják a drogtörvények az etnikai kisebbségeket, ugye az Amerikai Egyesült Államokban például vannak olyan államok, ahol 90% például a marihuana fogyasztók, vagy a kokain fogyasztóknak az a fehérek köréből kerül ki, míg a börtönben kokain miatt elítélteknek a 90% az fekete. Azt is át kell nézni, hogy a bűnözésre milyen hatással volt, az erőszakos bűnözésre és a vagyon elleni bűncselekményekre. Harmadik világországaiban nagyon sok helyen a környezetszennyezéshez is nagyban hozzájárul az illegális drogkereskedelem, tehát ugye őserdőket írtanak ki azért, hogy ott például kokaint állítsanak elő, és hát nagyon fontos lenne megnézni, hogy a pénzügyi költségek tekintetében is milyen hatással járt az ENSZ-nek a kábítószer egyezményei. Becslések szerint az elmúlt 50 évben 100 trillió dollárt költöttek a drogtörvények a végrehajtására, hát ez igazából egy olyan összeg, amit nagyon nem is lehet belegondolni, hogy mekkora. Ma már egyébként nem csak és kizárólag olyan jogvédő szervezetek mondják azt, hogy szükség lenne komolyan átgondolni azt, hogy merre haladjon tovább a drogpolitika, mint mondjuk a TASZ. Ebből már kiléptünk ebből a korszakból. Egy idei évnek egy nagy eseménye volt az is, hogy létrejött a Globális Drogpolitikai Bizottság, amely olyan neves személyiségekből áll, mint például a volt svájci elnök Ruth Dreyfus, a jelenlegi görög miniszterelnök Papandreou, vagy két mexikói elnök, a kolumbiai köztársaságnak a volt elnöke, és hát például Varga Lilóza, aki nemrégen kapott Nobel-díjat irodalom terén. És hát ezek az emberek nem azt mondják, hogy oké, legalizáljunk mindent, sokkal okosabb javaslataik vannak. Elsősorban arra irányulnak, hogy tekintsük át a helyzetet, és hogy ne az ideológia, hanem a tudományos eredmények alapján alkossunk új jogszabályokat ezen a területen. Maradjunk még Észak-Amerikában, illetve Amerikában jött létre ez a globális bizottság. Van egy másik fontos fejlemény, amit azt gondolom, hogy nagyon fontosnak tekinthetünk az ártalomcsökkentés szerepe, vagy ártalomcsökkentés fejlődése szempontjából, és ez pedig Vancouverhez kötődik, Kanadához. Kanadának a nyugati partján található ez a város. TASZ-nak a filmes csapata nemrégen ott járt, és ott forgattunk az első észak-amerikai fogyasztói, ellenőrzött fogyasztói szobáról, amely már 2000
2003 óta működik, és hát ugye az volt a célja, hogy visszaszorítsa a túladagolásokat, visszaszorítsa a HIV-fertőzéseket Kanadának abban a városában, ahol a legnagyobb intravénás droghasználói népesség gyűlt össze egész Észak-Amerikában. És hát míg a 90-es évek végén minden egyes napra jutott egy túladagolásos haláleset Vancouverben, addig ma már sikerült azt elérni, hogy gyakorlatilag nagyon ritkák a túladagolásos halálesetek, és a fogyasztói szobában egyetlen egy halálos túladagolást sem regisztráltak. A kanadai kormány megtámadta jogi úton ezt a bizonyos fogyasztói szobát, be akarták zárni, és éppen most idén a kanadai legfelsőbb bíróság kimondta azt, hogy jogellenes egy ártalomcsökkentő programnak a bezárása, ezzel ugyanis sértenénk az ott ellátott klienseknek az egészséghez fűződő jogait. Tehát ez jogi szempontból, nemzetközi jogi szempontból is egy nagyon fontos előrelépés, hogy egy legfelsőbb bíróság kimondta azt, hogy jogsértő egy ilyen intézménynek a bezárása. A másik dolog, amit mondjuk akár egész Európa szintjén el lehet mondani, az, hogy azt gondolom, hogy két nagyon fontos fejlemény volt az elmúlt évben, illetve az elmúlt két évet is mondhatnánk. Az egyik ugye az, hogy megjelentek a piacon a designer drogok, most már az egész média ettől hangos, és azt gondolom, hogy ez egy óriási kihívás az ártalomcsökkentés számára is, tehát alkalmazkodnia kell a szolgáltatásoknak azokhoz az új kihívásokhoz, problémákhoz, amit a designer drogok jelentenek. Például ugye 2009-ben Magyarországon 5 új anyagot regisztráltak, amit eddig ugye nem használtam, vagy nem jelent meg a rekreációs szerpiacon, tavaly évben pedig már 18 új anyagot, és ez így megy szépen föl exponenciálisan, tehát egyre több és több designer drogot fedeznek föl, ezek közül egyébként 2 olyan volt, amit a világon még sehol nem fedeztek föl, csak Magyarországon. És hát a designer drogoknak egyrészt ugye van egy parti drogszerű használata, ez is azt gondolom, hogy nagy kihívást jelent az ártalomcsökkentés számára Magyarországon is és Európában is, ugyanis hát elsősorban Európa keleti részén még elég fejletlenek a parti szcénát megcélzó ártalomcsökkentő szolgáltatások. Hát itt éppen azért is hoztunk létre egy munkacsoportot a délutáni részen, hogy ott ezt a részt is áttekintsük, illetve hát azt gondolom, hogy egy új kihívást jelent akár a tűcsere programok számára is megnövekedett tűigény és fecskendőigény. Ugyanis hát ugye sokkal többször viszik be ezeket a szereket egy nap során, mint mondjuk a heroint. És hát teljesen új szükségletei is vannak ennek a fogyasztói rétegnek. És hát a másik dolog az a költségvetés, tehát a gazdasági válság, ami ugye egész Európát sújtja. És hát főleg azokban az országokban, ahol eleve nagyon kevés költségvetési támogatás jutott ezekre a programokra, most még kevesebb fog jutni. Hát itt lehetett azért hallani a filmben, hogy más országokat is ugyanígy érinti ez a gazdasági válság, mint Magyarországot, tehát ez nem egy kimondott, nem csak egy magyar jelenség, de azért Nyugat-Európában nincsenek veszélybe a programok, tehát nem fog semmi bezárni. A Kelet-Közép-Európában már nem lennék ebben ennyire biztos, és abban sem lennék olyan biztos, hogy mondjuk az ártalomcsökkentés visszafejlesztése az nem fog-e azzal járni, hogy Görögországhoz hasonlóan itt is mondjuk felüti a fejét egy hasonló hirtelen HIV járvány. Görögországban most 2011-ben nagyon komoly növekedést mértek a HIV fertőzések számában a drogfogyasztók körében, holott ugyanúgy, mint Magyarország, az is hosszú évtizedekig egy alacsony prevalenciájú ország volt. Tehát ezt mindig olyan kicsit, én már ezt évek óta mondjuk ugye taszként, hogy ebben ne nyugodjunk bele, hogy mennyire jó, hogy ilyen alacsony a prevalencia, mert ez nagyon gyorsan meg tud változni. És hát az Európai Drogmonitorozó Intézetnek a jelentéséből is nagyon sokat lehet tanulni, azt gondolom. Például van benne egy táblázat a kábítószerrel összefüggő közkiadások becsült összegéről összehasonlításban több európai országban is. És hát ebből az a szomorú tényt látjuk, hogy Magyarország az a GDP-nek a legkisebb részét fordítja a drogköltségvetésre, egészségügyi, szociális és hasonló programokra. Tehát azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy gazdasági válság van, de azért arányaiban is Magyarország nagyon keveset fordít erre a területre, és ezzel mindenképpen változtatnunk kell, hogyha nem akarunk a Görögország sorsára jutni. És hát egy másik nagyon érdekes dolog az, ami ebben a jelentésben volt, az, hogy
megvizsgálták az elmúlt 10 évben a jogszabályi változtatásokat az egyes európai országokban, és hogy ezek hogyan hatottak a kannabisszal kapcsolatos jogszabályok változásai, hogyan hatottak a kannabisz fogyasztásnak az alakulására. És hát az a sokak számára talán nem meglepő eredménnyel zárult ez a vizsgálat, hogy semmilyen hatással nincsen a jogi szabályozás a kannabisz fogyasztás alakulására. Tehát éppen az az irányvonal, amit most Magyarországon sokan hangoztatnak, és hát a drogstratégia új tervezetében is bele lett írva, hogy nem elég elrettentő a törvény, és ezért szigorítani kell. Ez az elmúlt 10 év európai tapasztalatai alapján ez nem működik, és borítékolni lehet, hogy ez semmilyen hatással nem fog járni a fogyasztásra. Európában van azért egy-két olyan ország, amiről példát vehetnénk, például Portugália, ahol éppen idén volt 10 éves az, hogy 10 éve, éppen idén 10 éve dekriminalizálták a drogfogyasztást, és ahogy a filmben is elmondta a portugál úriember, ezzel párhuzamosan törvényt hoztak az ártalomcsökkentés szabályozására, tehát egy külön törvény van arról, hogy az ártalomcsökkentő programokat hogyan kell biztosítani, és kik a felelősek azért, hogy ezeket a szolgáltatásokat biztosítsák. Mi éppen most nyáron forgattunk szintén filmet a portugál dekriminalizációról, és nagyon sok emberrel beszéltünk. Majd ezt a filmet is hamarosan ki fogjuk tenni az oldalunkra, a drogreporter.hu-ra. És hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy mit lehet elérni akkor, hogyha a politika is komolyan veszi azt, amiről itt beszélünk. És hát egy másik példa, mert sokan mindig azt mondják, hogy miért jövünk mindig az ilyen luxus országoknak a példája, vagy Kanada, meg Hollandia, meg hát például itt van Lengyelország, ami egy hozzánk azért hasonló gazdasági színvonalon, kultúrás színvonalon álló ország, és hát ott is most éppen jobboldali kormány van, és ahelyett, hogy ott szigorítottak volna, ott most éppen enyhítés volt a drogjogi szabályozásban. Éppen most 2011 áprilisában fogadta el a Szejm azt a törvénymódosítást, aminek értelmében az ügyészek azok eldönthetik azt, hogy büntetőeljárást indítanak-e az adott esetben, vagy sem. Tehát a csekély mennyiség személyes használatra való tartása, az gyakorlatilag nem fog semmilyen büntetőjogi szankcióval, vagy büntetőeljárással járni. És hát ezt annak a tapasztalatai alapján érték el, hogy 2000 óta Európa egyik legszigorúbb jogi szabályozása volt Lengyelországban, és attól függetlenül, hogy ez rengeteg pénzbe került, és évente több 10 000 fiatalt állítottak elő, ennek nem jöttek meg azok a hatásai, amelyeket ettől elvártak. Tehát ez a példa is, azt gondolom, hogy előttünk kell, hogy álljon. Még a mai napról azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontosnak tartottuk, hogy nagyon fontosnak tartom én is, hogy most, amikor nagyon szűkülnek a költségvetési források, akkor ne egy ilyen kiragadott, ne csak egy elszigetelt, kiragadott dologként kezeljük a drog problémát, mert azt gondolom, hogy láthatjuk azt, hogy más területeken is hasonló gondokkal küzdenek szervezetek, és éppen ugye a legkiszolgáltatottabb emberek azok, akik a leginkább megsínylik azt, hogy gyakorlatilag nagyon lecsökkent a költségvetés, illetve gyakran olyan populista politikai tendenciákat figyelhetünk meg, akár országos, akár helyi szinten, ami hát a kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű népcsoport vagy csoportokat célozza meg különféle büntetőjogi vagy szabálysértési akciókkal. És hát azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nagyon fontos az, hogy ezek azok az emberek, azok a szervezetek, amik ezekért az emberekért küzdenek, azok összefogjanak, ne egymástól elszigetelten képviseljék ezeknek az embereknek a jogait. És hát ezért is hoztunk létre például egy szexmunkával foglalkozó munkacsoportot délután, tehát hogy egymással beszéljünk, egymásnak a területeit jobban figyeljük. Az ártalomcsökkentés az nem kizárólag a drogjelenségre vonatkoztatható, ugyanúgy lehet vonatkoztatni hajléktalan emberekre, ugyanúgy lehet vonatkoztatni szexmunkásokra is. És hát azt gondolom, hogy az érdekérvényesítés is sokkal jobban működhetne, hogyha mondjuk a hajléktalanokért, a romákért, a szexmunkásokért, a drogfogyasztókért küzdő szervezetek azok összefognának egymással.